Egy Virginia államban élő ruhatervező kizárólag természetes anyagokból készít kendőket. Magvakból, gyökerekből, levelekből és hagymahéjból. Maga termeszti az ehhez szükséges növényeket a Washingtonhoz közeli tanyáján. Egy kendőt egy-két hét alatt készít el. Minden alkotásán egyedi és nyugtató hatású motívumok vannak, így tisztelek sorstársai előtt. Amy-t 2009-ben a szülése után harmadik stádiumú mellrákkal diagnosztizálták, és rögtön elkezdték a kezelését. Kemoterápián, sugárterápián, mindkét oldali maszektómián, aztán helyreállító műtéten esett át. Majd eltávolították a petefészkeit is. A hosszú kezelés alatt elkezdett hullani a haja, ekkor fordult a kendők felé, és új célt tűzött ki magának. I started trying on different scarves and wearing wigs and realizing how absolutely terrible a lot of the options on the market were. And also how hot and uncomfortable wigs are. Amy az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság támogatásával fogott bele saját kendői készítésébe. Bevételének 5%-át egy olyan társaság kapja, amely az örökletes mell- és petefészek rákosokat támogatja. Amy azt mondja, hogy úgy tudta legyőzni a betegséget, hogy közben a gyerekeire és a sorstársaira gondolt. I owe it to my daughters and I want them to see how you can come back from something really hard and that you can get through it.